Zöld útra lépett a Győri Petzaladár Kórház. A Híd utcai és a Vasvári Pál úti épületek tetején mostantól 1060 panelből álló napelemrendszer segíti a villamosenergia ellátást. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény évente mintegy 12 millió forintot spórolhat meg. Azt gondolom, hogy ha havonta 1 millió forint az ölünkbe hullik, és egy 190 millió forintos beruházás az önmagában is jó, az érzés meg még jobb, hogy ezáltal egy megújuló energiaforrás került a birtokunkba, és nem hagyományos üvegházhatású energiákat kell használnunk, tehát kórházként is részt tudunk vállalni abból a jövőben mutató programból, hogy védjük a környezetünket. A beruházáshoz az Európai Unió és az állam nyújtott 100%-os visszanemtérítendő támogatást. A kormány azt kérte tőlünk évelején a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, hogy minél több projektet zárjunk le, ami az energiahatékonyság korszerűsítés növelését szolgálja. Szerintem ez a hajrá jól sikerült, és nagyon örülök annak Győriként, hogy így Győrben is sikerül nagyon komoly pályázatot befejezni, lezárni, és Győr környéki településeken is sikerült, és mindeközben megalapoztuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban azt a munkát, ami a következő időszak, a következő éveknek az intézményi korszerűsítési programját jelenti. A cél az, hogy 2030-ig jelentősen nőjön a megújuló energia felhasználása. A kormány elkötelezett szándéka, hogy a megújuló energiák, a megújuló energiaforrásból előállított áram részarányát 2020-ra 14,6, 2030-ra pedig már 20%-ra növelje, ehhez járulnak hozzá azok a beruházások, mint például a most a kórház tetején elhelyezett napelemes erőműnek a létesítése. A győri kivitelező két hónap alatt készült el a 265 kW-os rendszer telepítésével, amellyel az előzetes beslések szerint évente legalább 100 lakásnak megfelelő 296 ezer kilovattóra villamos energiát állítanak elő. Ahová a napelemek kerültek, a tető is új szigetelést kapott, amely az évek óta húzódó beázás problémáját oldotta meg.